Sziasztok, én Fáj Ádám vagyok, ez pedig itt a Kriptovadász, a hazai kriptopiaci szakmai tematikus csatorna. A mai műsorunkban felvázoljuk, hogy mit jelent az úgynevezett bitcoin teóriánk. Ha nem szeretnél lemaradni az ilyen jellegű tartalmakról, mindenképp iratkozz fel a csatornánkra, és hogyha a videó alá nyomsz egy lájkot, like az egy objektív visszajelzés lesz, hogy szeretnél ilyen jellegű tartalmakkal találkozni, és csak nagyon röviden a kötelezők, mivel nem is fog soha reklámokat tartalmazni a csatornánk, és most sem tartalmaz reklámokat, így ténylegesen csak ez az egyetlen fórum, ahol most így a saját kötődésű munkánkat is be tudjuk mutatni, szóval van nekünk egy zárt közösségünk, a videó alatti leírásban elérhető ez a Patreon linken keresztül. Ide töltjük fel a különböző elemzéseinket, projektbemutatókat, hogyha kikesselünk valamiből, hogyha beszállunk valamibe. Azt is megmutatjuk, hogy mit mutat a makrokép, különböző on-chain és makro elemzéseket készítünk. Ugye a piac megtanulhatta, hogy a makro az amerikai gazdasági adatoknak az összefűzése, a megfelelő összefüggése miért annyira fontos, hiszen például a legutóbbi FOMC kamat döntőülés után váltott pályát a bitcoin, ezelőtt a már február vége óta trendszerű esésbe volt, és a kamat döntő ülésnek a napján kezdett el megfordulni, és újra megközelítette a 70 ezer dollár fölötti szinteket, szóval ez a makró, ami miatt pedig igazán fontos számunkra a makró, az az, hogy még azelőtt észrevehessük, hogyha fordul a trend, mielőtt gyakorlatilag a technikai kép bármi ilyesmit mutatna, mert azért azt jól megtanulhattuk, hogy általában, az esésekben azt szeretik mondani a befektetők, hogy ez még csak egy korrekció, aztán 22-ben pedig láthatjuk, hogy mi történt, beszakadt minden, miközben sokan azt mondták, hogy semmi gond, vegyél rá dc -ézzél. hát aztán egy évig kellett mindenkinek dc és talán az idei évre jöttek ki sokan a gödörből, a vízből, azért, mert például nem tudták, hogy mit jelent az, hogy a Fed kivezeti a Quantitative Easing programot, vagy például nem tudták azt, hogy mit jelent a carry trade hatás, amikor az amerikai egybank elkezd kamatokat emelni, és hogy ez hogyan kap kapcsolódik a dollár erősödéshez és a kötvény kötvényhozamok növekedéséhez, amit rendszerűen elszivattyúzza a tőkét a kockázatosabb eszközökből. Szóval, hogyha valóban nyomon szeretnéd követni a piac alakulását, akkor a videó alatti leírásban a Patreon linken keresztül ezt megteheted, és a VIP tagság az, amivel minden ide feltöltött anyagunkat el tudod érni. A videó alatti komment szekcióban pedig elérhetőek az oktatóanyagaink, így az Exit Stratégia kurzus, ami ilyen félváró vehető dolog. Én azt szoktam mondani, hogy a piacban sokkal-sokkal több pénzt hagynak benne a befektetők, mint amennyibe kerül egy ilyen kurzus. Én azt gondolom, hogy egyszer érdemes átrágni a magát az embernek azon, hogy tényleg professzionálisan milyen eszközök segítségével tud felkészülni arra, hogy ki kell esetleg kesselni a piacból, hogy ne érje meglepetés, hogy ne érje fölösleges remény, amikor már elkezd szakadni a portfólió, és azt mondja, hogy hát, ha tegnap nem zártam le, akkor ma se fogom, és közben meg bele keveredik egy eső trendbe, amiből utána sokkal nehezebb kiketsz Szóval ez így külön is elérhető, meg elérhető csomagosítva is. Ezek mind oktató ö, anyagok videó formájában, tehát nem könyvformájában, mert azt gondolom, hogy az embereknek kevesebb idejük van olvasni, mint ö, mint videótartalmakat megnézni. Ugye ez sok-sok leckéből álló videó tananyag sorozat, a gyakorlati kriptozás megmutatja, hogy hol érdemes projektek után kutatni, hogy működik egyáltalán a kriptoszegmens kezdőknek és haladóknak segítség egyáltalán, például hol érdemes projektek után kutatni, a blokklánc-elemzés kurzus feltárja hogy milyen mozgásokból mire következthethetünk a blokkláncon. Tényleg nagyon fontos olyan összefüggések vannak a nyilvános tranzakciós adatokból, amik rámutatnak arra, hogy mennyire nem a hírek a fontosak, szóval nagyon sokszor látjuk azt, hogy negatív hírek jelennek, meg közben a nagyobb entitások hosszú távú holderek felhalmoznak, gyakorlatilag olyan hosszú távú holderek, akik kifejezetten nagy pénztárcán címként funkcionálnak a blokkláncon. Szóval ezek izgalmas dolgok. A gazdasági elemzés kurzusban mutatjuk, hogy milyen ciklusban hogyan érdemes egyáltalán gondolkoznunk a befektetésünkről, hogy mikor érdemes defenzívnek, mikor érdemes egy kicsit kapzsibnak lennünk, ha lehet így fogalmazni, és hogy miért így működik. Bemutatunk olyanokat például, mint a Warren Buffett féle stratégia az oktatóanyagainkban, a tőzsde kurzusunkban bemutatjuk, hogyan lehet alulértéket részvényeket kutatni, egyáltalán mit jelent a részvénypiac, hogyan kell hozzánunk a részvénypiachoz, hogyan lehet vállalatokat él Ötékelni, hogy hogyan tudunk osztalék portfólió stratégiát felépíteni, egyáltalán hogyan tudunk például nyugdíj előtt a karékossági stratégiában gondolkozni, és a többi. Szóval a videó alatti komment szekcióban meg elérhető így a tananyagainknak a csomagosított verzió, és most pedig akkor kezdjük is el. Az amerikai részvénypiac nagyjából 51 billió dolláros, ugye az angol trillion 10 12-en értéket jel, 51 billió dolláros tőkeértékkel rendelkezik, míg az amerikai állampapírpiac nagyjából 27,5 billió dolláros tőkeértékkel rendelkezik, csak hogy viszonyításképpen a kriptopiac az összességében 2,7 billió dolláros. Tehát az amerikai állampapírpiac brutálisan magas tőkeértékkel rendelkezik. Na most itt van parkoló egy halom pénz, ami keresni fogja majd a gazdáját. Ugye erről már többször beszéltünk, tehát hogyha elkezdődik a kamatvágás, akkor ezek a pénzek visszáramlanak egyéb eszközökbe, mert hogy a kötvénypiaci hozam az nem lesz már annyira kielégítő, hogy sokan benne maradjanak a kötvényekbe, és így szokott általában az ingatlan piacra is jutni pénz, meg a részvénypiacra, és tervezhetően a kriptopiacra is. Csak hogy van egy olyan helyzet az elmúlt időszakokban, hogy nagyon sokan úgy tekintenek a kötvény mint menekülő eszközökre. Igen, nem, csak hogy a kötvények nem tudnak annyira likvidek maradni, hogy igazán menekülő eszköz alternatívaként működjenek. Miről van itt szó? Nagyon sokan a különböző állampapír típusok közül a diszkont kincstárjegyeket részesítik előnyben. Azért, mert a diszkont egy a leglikvidebb. Ugye, hogy a kettő között mi a különbség, ez talán elsőre bonyolult lehet. Általában névértékekről, névleges értékekről beszélünk az állampapírok esetén, és a klasszikus államkötvényeknél valamit névértéken vásárolunk, mint hogyha vennénk egy 10.000 forintos bankot 10.000 forintért, és erre a 10 forintra fizet kamatot az amerikai jegybank, vagy Magyarországon is a magyar állam. A diszkont kincstárjegy szemben pedig olyan, mint egy 10 forintos bankot mi megvásárolnánk mondjuk 8 vagy 9 ezer forinton, de nem tudnánk learbitrálni a különbséget, tehát nem tudjuk azt hogy oké, 9 ezerre vettük, de gyorsan beváltjuk 10 re akkor fog 10 ezerre térni, amikor lejár az államkötvényünk, magyarán mondva diszkontált államkötvényünk, állampapírunk lejár, akkor fogjuk tudni beváltani. Tehát a lejáratkor fogja érni a névértéket. Erről szól a diszkontkincstárjegy. Na most nagyon sokan diszkontkincstárjegybe fektetnek, csak hogy a diszkont kincstárjegynek van egy, hát egy várakozási időértéke, nem lehet ezt másképp mondani, és ezért nem elég likvid sokszor, amikor túlterítődik a piac. Mit is jelent ez? Az elmúlt időszakokban az amerikai piacon nagyon sokan bebábozódtak állampapírokba, mert hogy elkezdett emelni folyamatosan 22 óta a, az amerikai jegybank a kamat politikáján, a kamat szinteken. Ezzel párhuzamosan pedig emelkedtek az amerikai hozamok, így a diszkont kincstár jegyeknek a hozama is nőtt, magyarán mondva nagyobb diszkontrátával lehetett megvásárolni, tehát nem a 10.000 forintos bankot hennél ennél a példán maradunk, nem 8.000 ér, 9.000 ér lehetett megvenni, hanem 7.000 ér, ez nagyon szélsőséges példa, mert annyira nem lehet megvenni, csak hogy most így érezzük a, a, különbséget. és ezért aztán nagyon sokan befektettek ebbe, mert ez egy jó deal volt. Csak hogy amint elkezd kamatokat vágni, az Amerikai Egybank úgy elkezdenek kiáramlani a tőkék ezekből a, a kincstárjegyekből, viszont ezek a kincstárjegyek úgy tudnak, hát hogy mondjam, fiatosításra kerül, nem tudok mást mondani erre, hogy valaki megveszi és hogyha mi ezt vissza szeretnénk váltani a másodlagos piacon, mert ott vettük, ugye a legtöbben másodlagos piacon veszik, tehát nem közvetlenül az államkincstártól bemennek az államkincstári aukcióra, és megvásárolják, hanem valamilyen primary vagy secondary dealertől vásárolják, tehát egy, egy közvetítő banktól, egy közvetítő pénzintézettől vásárolják meg, annak tudják eladni. Igen, nem csak, hogy a közvetítő bankok, a közvetítő pénzintézetek nem rendelkeznek akkor a tőke hogy vissza is vegyék lejárat előtt ezeket az állampapírtípusokat. Ugyanán mondva, lesz egy állampapírpiaci túlkínálat. Mit okoz ez? Azt okozza, hogy elkezdi leverni az árait az állampapírnak. Magyarán mondva, akik bebábozottak a diszkontált állampapírokba, ők még bukhatnak is ezen a sztorin, mert nem tudják értékesíteni a lejárat előtt. Ha kivárják, hogy a lejáratkor értékesítsék, az oké, okay, de sokan nem fogják kivárni, mert közben elkezdődhet a kockátosabb eszközöknek a fölfele épülése. Hogy miért? Ezt nagyon egyszerűen elmagyarázom. Az állampapír piacon a tőke folyamatosan helyezkedik, egyszer a kockátosabb eszközökben, egyszer pedig a biztonságot jelentő állam papírpiacban találják meg a befektetők az igazi edéket. Na most, hogy ennek mi az oka, az nagyon egyszerűen a nominál GDP növekedéssel lehetne elmagyarázni. Azonban az időszakokban, amikor a nominál GDP növekedés, vagyis az évesített nominál, tehát nem inflációval kiigazított, évesített nominál, bruttó hazai össztermék ma növekedése magasabb, mint amekkora hozamot hoznak az állampapírok, azokban az időszakokban általában az intézmények vegyesebb portfóliókat alakítanak ki, azaz az állampapírok mellé nagyobb arányban súlyoznak növekedési részvényeket, olyan részvényeket, amik szintén kiveszik a hasznukat a GDP növekedésből. Most jön a bonyolult rész a sztoriban. Ahhoz, hogy az USA-ban is le lehessen törni az inflációt, ahogy az LKB tagországokban már össze kb. szinten sikerült, tehát Európában már 2% környéke az infláció, míg az USA-ban még mindig a 3% körül szinten küzd ez az érték. Ahhoz arra van szükség, hogy a GDP növekedés, vagyis a gazdasági növekedésnek az üteme elkezdjen lelassulni. Sokan ezt összetévezték a biztos recesszióval, hogy a recesszió az definíció szerint egymást követő két negyedéves GDP zsugorodást jelöl. De a növekedés ütemének csökkenése az még nem zsugorodás, csak a növekedés üteme a lassulása. Na most, ha az USA-ban elkezdődik majd a kamatvágás, akkor az egyértelműen azt hozza magával, hogy az hozamok elkezdenek lecsökkenni. De itt van egy inflexiós pont a rendszerben, mert hogyha megmarad a puhalandolás forgatókönyve mellett az amerikai gazdaság, tehát nem kezd el zsugorodni a GDP, akkor lesz egy olyan fordulópont, ahol a évesített nominál GDP, azaz a bruttó hazai öszterméknek a az évesített növekedése, vagy növekménye, az magasabb, mint az állampapírhozamok. Ez az az időszak, amikor nagyon sokan fognak átnyergelni a kockázatos eszközökbe. Igen, nem csak, hogy a kockázatos eszközöknél, a részvénypiacon az a baj, hogy a legtöbb részvény az a jövőt már beáraszta befektetői oldalon. Magyarán mondva, hogyha elkezd csökkenni a bruttó hazai össztermék növekedési üteme, akkor az a gond, hogy csökkenti ez a növekedési részvényeknek a jövőbeli árazását is. Ezekben az időszakokban tehát nem igazán jó dolog részvényekbe fektetni. És itt jön a csavar a sztoriban, mert hogy nagyon sokan azt ö, ö, prognosztizálják, ilyen Wall Street jellemzőház szinten, hogy Ekkor fog tudni fölértékelődni a bitcoin, mint menekülő alternatíva. És az én személyes véleményem is az, hogy a Wall Street ezért akarta foggal-körömmel bevezettetni a bitcoint még időben a részvénypiaci eszközök tárházába, hogy ezekben az időszakokban hozzáférhető legyen. Ugye a bitcoinnak nincsen vállalati bevétele, nincs egy olyan struktúrált jövedelem függősége, hogyha nem érje el a célszámokat a mögöttes entitás, akkor aztán leértékelődik, mint mondjuk egy Tesla, egy Apple, egy Amazon, egy Meta, vagy stb. részvények esetében, amit tapasztalhatunk. Magyarán mondva, itt felértékelődik a, a pozitív menekülő jellege a bitcoinnak, és nagyon sokan választhatják igazi befektetési alternatívaként a különböző részvények helyett itt ebben az inflexiós pontban. Ha megvizsgáljuk, jól látszik, hogy az amerikai elnökválasztási évre rákanyarodva, már 2023 első negyedévétől rendszerűen elkezd növekedni a bruttó hazai össztermékben kifejezett adósságállomány az USA-nak. Magyarán mondva, egy csomó új adósságlevelet bocsátottak ki annak érdekében, hogy szinten tudják tartani az amerikai gazdaságot. 2024 év végétől, vagyis az amerikai elnökválasztási kampányt követően megszűnik a felső korlát nélküli adósság refinanszírozási keretprogram. Az USA-ban ez azt jelenti, hogy onnantól az amerikai pénzügyminisztérium már csak sokkal szigorúbb elvrendszer mentén bocsáthat ki refinanszírozó adósságleveleket. Ez pedig párosulhat egyfajta adó mondjuk azt, hogy költségvetési szigorra, aminek előjeleit már azért láthattuk, például a Biden adminisztráció légből kapott adóreform csomag bejelentései kapcsán, ahol olyanok kerültek terítékre, hogy ők majd a jövőben a terveik szerint, aztán ettől vissza táncolni látszanak, bevezetnek olyan hiperadót különböző szektorokra, mint például a kriptobányavállalati szektor, mert hogy ők nagyon energiapazarlók. Az más kérdés persze, hogy a kriptobányavállalatok az USA-ban most már nagy részt a energiaforrásokat hasznosít, ez a Biden adminisztrációt nem igazán érdekelte. Vagy például azt is belengedték, hogy ha ők nyernek, akkor majd lesz egy külön adótétel azokra a tőzsdei számlákon, az értékpapír számlákon felhalmozott, de nem realizált nyereségekre, amire korábban senkinek eszébe sem jutott volna kivetni adót, pláne extra adót, hát ő 40 os adókulcs bevezetését javasolta. Szóval látszik, hogy megszorításokra lesz szükség, és ezek az adó reformok, ezek valószínűleg érintik majd a különböző növekedési részvényeket is, ami miatt a különböző növekedési részvények azért nem jelentenek majd akkora, hát hogy mondjam, vonzó befektetési alternatívát, mint az olyan egyéb eszközök, amik ez alól mentesülnek, mint például a kriptovaluta, azon belül is például a véges darabszámú, de egyébként alacsony projekt kockázatú bitcoin. Ezt egészíti ki -e az a kép, hogy azokban az időszakokban, amikor bizonytalanná válik az amerikai költségvetés, és egyébként nincs felső korlát nélküli adósságra finanszírozási keretprogram, mint ahogy 2023-ban is ezzel találkozhattunk, trendszerűen megnő az úgynevezett CDS felával is a Credit Default swapnak az értékelése megnő. Ez egy olyan hitel nem fizetési fedezeti Termék gyakorlatilag, ami védi a befektetőket, hogyha a mögöttes kibocsátó, itt az Egyesült Államok nem fizet az államkötvény tartozása, államkötvény adóssága után. Szóval azokban az időszakokban, amikor a CDS felár megnő, olyankor ezt a felárat hozzá kell számolnunk az adott állampapír bekerülési árához, és nem feltétlenül éri már meg ilyen biztosítási érték mellett bevásárolnunk magunkat az állampapír piacon a kötvényekbe. Magyarán mondva találkozunk egy olyan időszakkal, amikor a kötvényhozamok már csökkennek, a CDS felárak már növekednek, egyébként bizonytalan a refinanszírozás, de Részvényekbe pedig azért sokan nem mernek majd fektetni, mert úgy tűnik, hogy adósság konszolidáció elvén egy extra, mondjuk úgy, hogy megszorításokra lehet szükség az amerikai költségvetésben, és az nem teszi vonzóvá a különböző növekedési részvényeket. Ezekben az időszakokban azzal találkozhatunk trend-szerűen és terv szerint, hogy egyfajta tőkerotáció valósulhat meg, tehát az igazán alulértékelt szektorok, amik az elmúlt időszakokban nagyon rosszul teljesítettek, azok kerülnek majd fel illetve trendszerűen azzal szembesülhetünk, hogy az olyan menekülő eszközök helyett, mint a kötvények, nagyon sokan az arany mellett a bitcoint választhatják befektetési alternatívaként, és ez az az ok, ami miatt nagyon sokan igazán bitcoin maximalisták lettek az elmúlt időszakokban a Wall Streeten, a nagy befektetői környezetben. Nagyban ez az ok annak, hogy az elmúlt 13 kereskedési napon Pozitív volt a nettó érme beáramlás az amerikai spot bitcoin ETF alapokba. Ráadásul, hogyha ezt a képet kiegészítjük azzal, hogy a legutóbbi FOMC kamatdöntő ülés óta trendszerűen növekszik a blokkláncon regisztrálva azoknak a száma, akik több mint ezer bitcoin élmével rendelkeznek, akkor egyértelműen látszik, hogy történik egyfajta intézményesített felhalmozói megközelítés kibontakozása itt a blokkán. Igaz, hogy itt van ebben egy leszúrás, és akkor ezt sokan észrevehetik egyből, de ez egy olyan statisztikai kigazításra váró kép, amit az MTGOX okozott, mert hogy az MTGOX több mint 140 ezer darab bitcoint konszolidált egyetlen egy számlára, és ez kivont a képletből több olyan pénztárcát, amin korábban ezer vagy annál több bitcoin volt, tehát összességében arra célszerű fókuszálunk, hogy ez a trend mit mutat, és azóta, hogy az MT Box nak ez a fajta zuhanó repülése megtörtént a konszolidáció miatt, azóta hogyan alakul ez a felhalmozói aktivitás, ez pedig ezt a leszúrás célszerű statisztikailag kiigazítanunk, ez a valós, való életben egy sokkal-sokkal kisebb ö, leszúrás volt, és hát nagy köze van persze ahhoz, hogy az MT Box miatt kialakult egyfajta ö, pánik a, a, a piacon, de összességében ez csak egy statisztikailag torzított kép, és a trend tendencia az az, ami ez előtt volt, meg az, ami ezt követően látszik a blokkláncon. Illetve az is tény, hogy célszerű megvizsgálnunk, hogy hogyan alakul a hosszú távú érmebirtokosok által birtokolt teljes érme kínálata blokkláncon. Azt lehet látni, hogy az előző FOMC kamatdöntő ülést követően már trendszerűen megnövekedett itt is az arány, tehát azt látjuk, hogy egyre több érme kifejezetten a hosszú Hosszú távú érmebirtokosoknál van. Magyarán mondva, tehát látunk egy nagyobb szereplői ö, felhalmozási aktivitást, tehát az ezer és annál több bitcoin a rendelkező pénztárca címek növekednek a blokkláncon. Mindeközben a hosszú távú érmebirtokosok aránya is nő, egyre több érmét birtokolnak a hosszú távú érmebirtokosok, akikről általában tudjuk, hogy ők igazán nagy befektetői kohorszot alkotnak. És azt is látjuk, hogy a tőzsdén Egyre többen vásárolták az elmúlt időszakokban úgy a bitcoint, hogy ez pozitív nettó érmebeáramlásokat eredményezett, tehát minden nap több volt a vásároló, mint az eladó. Úgy a bitcoin, hogy eközben egyébként az amerikai részvénypiac kifejezetten volatilis volt, tehát nem láttunk olyan részvényt, ami az elmúlt 13 napban folyamatosan emelkedik, miközben a részvénypiacon a bitcoinra az elmúlt 13 kereskedési napban folyamatosan nagy igény volt, tehát folyamatosan emelkedett, ugye ezt az emelkedést az igazítja ki, hogy egyébként on-chain is regisztrálhattunk eladásokat, meg azért napközben vannak olyan periódusok, amikor épp nincs kereslet az ETF-ekre akkora mennyiségben, mint amekkor eladói bázis van, de gyakorlatilag a szumma átlag egy elmúlt 13 kereskedési napban regisztrált keresletet mutat, miközben ilyen keresletet, mondom, más eszközökben nem regisztrálhattunk. Összességében most megvizsgáltuk, hogy mekkora az amerikai állampapírpiac. Megnéztük azt is, hogy miért kezdett el veszíteni a menekülő jelleg alternatívájából az állampapírpiac, és megvizsgáltuk azt is, hogy ha elkezdődnek a kamatvágások, akkor mit jelent az a fajta inflexiós pont, ami vonzóbbá teheti a növekedési részvényeket a nominális GDP növekedés alapján az állampapíroknál. És megvizsgáltuk azt is, hogy egyébként a növekedési részvényekre milyen Kockázatok hathatnak, amik egyébként a bitcoint nem érintik annak alacsonyabb egyéni kockázati jellege miatt. Összességében tehát megvizsgáltuk, hogy mi az a bitcoin-teóriánk. Remélem, hogy a mai műsorban sok minden elhangzott, amiből sokat lehet tanulni, hogy sikerült értelmesen diskurálnunk egymás között erről a piaci szegmensről, ami azért valljuk be őszintén még most is egy ilyen föltől elrugaszkodott szegmens sokak számára, mert sokan még mindig e, túlmisztifikálják a kriptót, nagyon kockázatosnak e, tekintik, e, nem látják át a működését, és vagy túlzottan nagy hozamokat remélnek, vagy túlzottan nagy bukástól félnek, de a kettő között szokott lenni az optimális lőttávolság, szoktam mondani. Szóval remélem, hogy nagyon sok mindent át tudtunk beszélni, ami megfelelően gyarapította a tudását mindenkinek. És hogyha ez így van, akkor megköszönöm, hogy ezt egy lájkkal visszajelzitek, Ez egy objektív feedback lesz, hogy ez a tartalom célba ért, illetve hogyha feladkoztok a csatornára, és megnyomjátok a kis csengőgombot, akkor nem maradtok le az olyan jellegű értesítésről, hogyha fel kell egy újabb videónk, mert tudom, hogy általában ezek az anyagok, ezek olyanok, ok, amik nagyobb fókuszt igényelnek, nem feltétlen főzés közben szokta hallgatni az ember, hanem általában nagyobb figyelmet igényelnek ahhoz, hogy az ember átlássa az itt elhangzó összefüggéseket, de azt gondolom, hogy mindig hozunk valami olyasmit, amiből megfelelően lehet képződni, hogy az ember ne a piacnak a képződményévé váljon, hanem tudatosan tudja kontrollálni a portfólióját. És a, a, videó alatti leírásban elérhető az árt közösségünk közvezető út, ez a Patreon közösségünk. Itt a VIP tagság az, amivel minden ide feltöltött anyag elérhető, például amikor realizálunk egy pro projektből, megbeszéljük azt is, hogy miért realizálunk, tehát nem csak úgy, hogy most realizál, milyen stratégia mentén, mit realizálunk, tőkét vonunk ki, nyereséget vonunk ki, lefelezzük a, a, az értékét az adott uh, teljes uh, eszköznek, uh, vagy mit fogunk uh, csinálni, vagy mit lépünk éppen. Ezeket mind ide szoktuk feltehetni, csak úgy, mint ahogy egyébként a különböző új lépéseinket, vagy például a különböző elemzéseinket, on-chain és makroelemzéseinket. Ugye nagyon megtanulhattuk azt, hogy a, a makro uh, momentumoktól függ a piacnak a mozgása. Ugye a legutóbbi FOMC kamat döntőülés volt, ami meghúzta a startbiztolt, és utána a bitcoin újra emelkedésbe tudott uh, lendülni, ezért van ö, nagy fókusz azon, hogy mit várhatunk az ilyen kamad döntülésektől, illetve mit mutat a gazdaság változásának sodronya. Szóval ide töltjük fel a különböző kiértékeléseket, a különböző elemzéseket, a különböző projektbemutatókat, stratégiákat, vagy a különböző szavazásokat, és a VIP tagsági szint az, amiben az összes ide feldöltött anyag, az gyakorlatilag elérhetővé válik. A videó alatti komment szekcióban pedig szokás szerint elérhető az oktató anyagainknak a külön utas verzió, is, meg a csomagosított verző, és a legújabb az, az exit stratégiánk, ami azt gondolom, hogy mindenki életében egyszer időszerűvé válik, tehát hogy hogyan célszerű kikesselni a piacból. Milyen mutatók mondanak arra vonatkozóan egy, egy fő penzumot, hogy, hogy érdemes már ki kesselnünk a piacból, és ez külön is elérhető, meg egyébként elérhető a csomagosított verzióban is. Én azt szoktam mondani, hogy azért videóanyagokat készítünk az oktatóanyagainkba, hogy bárhol lehessen hallgatni, bárhol lehessen nézni, bárhol tudja képezni magát az ember, valljuk be őszintén, hogyha most arról lenne szó, hogy öt különböző könyvet olvasson az ember, nem lenne rá ideje. Én szerintem, ha arról van szó, hogy őt videó videókurzust hallgasson és nézzen meg az ember, amiben több videó van, sok-sok videó akkor arra viszont azt gondolom, hogy a legtöbbeknek van évközben elcsenhető kapacitása. Na most a gyakorlati kriptotudás megmutatja, hogy hogyan érdemes egyáltalán a kriptóhoz viszonyulni, milyen eszközök vannak, akkor érdemes projektek után kutatni, portfóliót, hogyan érdemes kiépíteni, és a többi. A blokklánc elemzés kurzus megmutatja, hogy adott esetben akár milyen ingyenesen használható eszközökkel tudjuk kielemezni azt, hogy milyen tendenciák, mutat a, a blokklánc mozgás, hogy itt a tranzakciók nyilvánosak, úgyhogy nagyon sok mindent lehet kiolvasni abból, hogy sokszor mennyire a hírekkel ellentétesen cselekszik a nagyobb befektetői kör, és hogy ez egyébként mit tud jelenteni a gazdaságelemzés kurzusban benne van, hogy például hogyan célszerű az egyes ciklusokban gondolnunk a befektetéseinkre, illetve a tőzsdei kurzusban pedig benne van az, hogy hogyan tudunk alulárazott részvények után kutatni, hogyan tudunk egyáltalán részvényelemzéseket csinálni, tehát hogy ne csak a kriptóval foglalkozzunk, tehát vállatértékeléseket és a többi, hogyan lehet például nyugdíj takarékossági stratégiákat felépíteni, mit jelent az úgynevezett osztalékstratégia és a többi, és hát ehhez tartozik még az exit Kúzusunk, amit csomagosítva elérhető a videó alatti komment szekcióban. Én nagyon szépen köszönöm már a figyelmet, vigyázzatok magatokra, remélem, hogy sok mindent tudtunk tanulni ma is közösen, és találkozzunk legközelebb is. Addig is további szép napot! Sziasztok!